Megalakult a Jobbik parlamenti frakciója, kétnapos kihelyezett ülésen döntött a párt a személyi változásokról. A frakcióvezető Gyöngyösi Márton lesz. Munkáját két általános frakcióvezető helyettes mellett további három helyettes és egy frakcióigazgató segíti majd. A parlament alelnökének Schneider Tamást jelöli a párt, Z. Kárpát Dániát kérdezzük. Ebben a névsorban nem volt benne Z. Kárpát Dániel. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Mi lesz az ön funkciója? Tudja, azzal a bizonyos egyfenékkel több lovat megülni, úgy gondolom, hogy nem szabad, nem is illik. Jelen pillanatban én a Jobbik alelnöke vagyok, és nem titkolom azt, hogy a nem sokára elkövetkezendő tisztújítást követően szintén alelnökként szeretném szolgálni ezt a közösséget. Nagyon nem lenne szerencsés, hogyha most egyéb pozíciókat próbálnék elfoglalni. Jó, hát az ön helyzetét akkor értem. Arról volt szó, hogy lesz társelnöki rendszer a Jobbikban. Én akkor szatirikusan megjegyeztem, hogy nem mintha máshol olyan nagyon bevált volna látszólag, de ízlések is pofonok, de nem lesz. Nézze, mi történt? Finomodott ez a szisztéma egyértelműen. A Jobbik azért egy aktív belső kommunikációt folytató párt. Nagyon sokat kell még javítani ezen a belső kommunikáción, tehát én nagy kritikusa vagyok ennek belülről, de azt el kell, hogy mondjam, itt bizony regionális igazgatókkal, választmányi küldöttekkel folytatott nagyon őszinte kibeszélés során arra jutottunk, egy közmegegyezés született, ha úgy tetszik, ezt aztán a kongresszus szavazati aránya alá is támasztotta, hogy egy elnök, illetve elnök helyettes szerepeit betöltve egy olyan aktív rendszer működtethető, ahol a közösség vezetője képes hálózatot építeni, közben az elnök helyettes adott esetben a parlamenti frakciót markánsan vezetni, kifelé a szócsövet felerősíteni, de tulajdonképpen mindegy, hogy ez milyen szervezeti formában történik. A legfontosabb az, hogy egy ilyen választási eredményt sikernek elkönyvelni még akkor sem szabad és lehet álláspontom szerint, hogyha a Jobbik történetének a legjobb eredményét érte el a szavazatszámok tekintetében. Egyértelmű szembenézésre van szükség, egyértelmű újratervezésre van szükség, és úgy gondolom, hogy kicsit az a közösségen belül az emberi oldal kidombolítására, egy kicsit több köszönömre, egy kicsit több visszajelzésre, hiszen ne feledjük el, hogy az összes politikai közösség, jó magam is olyan embereknek köszönhetem a parlamenti felhatalmazást és mandátumot, akik jellemző módon nem kapnak fizetést ezért a szolgálatért, meggyőződésük okán teszik azt, amit tesznek, hozzáteszem, én is ugyanezt tettem 10 éves korom óta, és hát az embernek az ilyen választási eredmények után el kell gondolkodnia, hogy becsülje meg a saját helyét, és megtesz-e vajon mindent, amit meg tud tenni. Én igyekszem minden este nyugodtan lefeküdni ebből a szempontból. Mondott az előbb egy fél mondatot, ami másra is enged következtet. Gyöngyösi Márton lett a frakcióvezető. Így van, pontosan. Az egyik, akit elnökjelöltnek neveztek, az esetben, hogyha társelnöki rendszer lenne, és akkor a másik lett volna Schneider Tamás. Azt mondta az előbb, hogy Gyöngyösi Márton, mint frakcióvezető és egyúttal elnök helyette, segítse az elnök munkáját. Ez a páros akkor ilyen módon maradhat meg, tehát Schneider Tamás az elnök és Gyöngyösi Márton az elnök helyettes és frakcióvezető? Nézze, számítottam a tisztújításunkat érintő kérdésekre, soha nem futamodtam meg újságírói kérdés ugye előtt. Ugye most logikusan talán, kérdeztem. Talán szerkesztő úr is megerősíti azt, hogy amikor önnel beszélgettünk, én soha egyetlen kérdés elől nem futamodtam meg. Ugyanakkor egy tisztújítás előtt vagyunk, hát szűk 10 nappal, nagyon nem érezném elegánsnak azt, hogyha a tisztújítás bármely körülményét fejtegetném, elemezném egy ilyen széles közösségi térben, mint az a televízió stúdió. Csak ott fejezem be a mondatot. Azáltal, hogy nem társelnök lett, hanem egy elnök, úgy látszott első pillanatban, mintha ez Toroczkai László egyedül kandidáló elnöknek a terve lenne. De így ez, amit ön most mondott, egy egészen másik kombinációt nézze, enged. Néha a valóság sokkal egyszerűbb, mint amit mögé képzelnek nagyon sokan, de hogy a Jobbikon belüli egységet ezáltal is demonstráljuk, az a közmegegyezés született, egyébként a mai nap folyamán csúcsosodott ez ki, hogy a tisztújításunkat illető részleteket, akár elnökjelölt, akár elnökhelyettes jelöltről, akár alelnökjelöltről van szó, nagyon nem elegáns közösségi terekben kitárgyalnunk, így én most mereven ragaszkodom ahhoz, hogy ezt én sem fogom megtenni, nem is érezném tisztességesnek, de természetesen, ahogy ez a tisztújítás, tehát ahogy ez a belső tulajdonképpeni, nem is azt mondom, hogy rivalizálás vagy küzdelem, de ez a belső újratervezés lezajlott. Természetesen ugyanebben a stúdióban az összes ezt érintő kérdésre válaszolok, de igyekszem óriember maradni, és egyik oldalon, egyik irányban még csak következtetések erejéig sem szeretnék ebbe a küzdelembe. Jó. Itt a közösség terében. Akkor meg se erősíti, meg sem cáfolja, rám hagyja. Jó. Nem lenne udvarias gesztus. Kedves nézők meg, majd gondolom kombinálnak velem együtt.
Bana Tibor lesz az, aki az adminisztrációért felel a pártban. Hozzátartozik majd a rendcsinálás az ászvizsgálat kapcsán született sok-sok megállapítás tekintetében, és mint frakcióigazgatónak? Nézze, itt egy apró pontosításról van szó, ugye a frakció adminisztrációja messze nem egyenlő egy párt adminisztrációja. És ő csak a frakcióért felel. Egy olyan kiváló munkatársról van szó, akivel a programírásunk során, tehát a programalkotás folyamatában én közvetlen munkatársként együtt dolgozhattam, és egy kiváló munkát végző precíz fiatalemberről beszélünk, aki belenőtt ebbe a feladatba, tehát én abszolút nyugodtan hajtom álomra a fejem az adminisztratív kérdések tekintetében. Vannak aggodalmaim, ezekről is szívesen beszélek, hiszen nyilvánvaló módon az Orbáni rendszerrel szemben kizárólag parlamenti eszközökkel nem fogunk tudni, nem lehet küzdeni. Régóta propagáljuk többen azt, hogy igen, a Jobbiknak vissza kell térni az utcára. Vitathatatlanul a legerősebb ellenzéki erőről van szó. Ugye az előző választáson még kérdéses volt, hogy a baloldali blokk, illetve a Jobbik erejét tekintve nagyjából egy súlycsoportban szerepelt, most már vitathatatlanul a Jobbik az egyetlen kihívó, a második erő, de ez még mindig kevésnek bizonyult a választásokon, tehát még többet kell ebbe a meccsbe beletenni. Viszont az utóbbi időben ez az utcai megmozdulásaik nem voltak nagyon sikeresek. Nem voltak nagy tömegek, nem volt nagy részvétel, nem volt nagy visszhangja. Nézze, tudnék önnek számos olyan példát mondani, mondjuk a MIÉP-ét, amely megtöltötte a Hősök terét és kiesett a parlamentből, és tudnék számos olyat, ahol viszonylag szűkebb tömegbázisból nagyon sok szavazó keletkezett, megváltozott a politika világa, ez engem zavar bizonyos szempontból. Imádom a lakossági fórumokat, imádom a közvetlen szembenézéseket, de manapság egy 50-80 fős lakossági fórum adott esetben már jónak számít, ugyanakkor a világháló ingyenes terében szerzi be a többség, az ingyenesen hozzáférhető, tehát az oknyomozás árát megspóroló információ tömeg több mint 90%-át. Abban nem szerepeltek rosszul. A Jobbik, a világháló kifejezetten erős a magyar pártok. Ugyanakkor szerkesztő úr ne várja azt tőlem, hogy bármelyik kampány Momentum tekintetében elégedettségemnek adjak hangot, hiszen nem nyertük meg a választásokat. Nem fogok rá beszélni, higgyel nekem. Abban egészen biztos vagyok ugyanakkor, hogy vidéken az apró falvak, kis települések visszavételére egyedül az a Jobbik képes, aki ezt a munkát már egyébként egyszer elvégezte. Az MSZP nem? A baloldal, pont ugyanebben a baloldal történelmileg ugye jelen volt ezeken a térségekben, jelen pillanatban azonban megsemmisülni látszik vidéken. Nagyvárosi eredményeik vannak, és fővárosi eredményeik vannak. Úgy látom, hogy nincsen realitása annak az álomnak, hogy ők a vidéket újra mobilizálják. Na, de ha már ez a Jobbik harci feladata lesz. És úgy is ennek elmondta, a kidolgozása gyakorlatilag elkészült, megfújjuk a kürtöket, harsonákat, és csatába indulok. Úgy utólag nem gondolja elhibázottnak azt a politikájukat, hogy senkivel nem egyeztek meg semmiben, ellenzéki pártokkal visszalépésekben? Arra gondolok, hogyha mondjuk ezek a baloldali pártok segítették volna a Jobbikat azokban a körzetekben, ahol kifejezetten jól szerepeltek, lennének egyéni körzetekben nyertes jelöltjeik, nem csak egy dunaújvárosi körzetben, és ugyanakkor segíthették volna mondjuk az ellenzék többi pártját a fővárosban adott esetben. Bár nem olyan emlékszem, hogy pont a Jobbikos jelöltön múlt volna valamelyik körzet. Tehát, hogy nem volt az elhibázott ez a végül is, mégiscsak teljesen egyedül indulunk taktika? Szerkesztő úr, a következetesség minden esetben kifizetődő, és én úgy gondolom, hogy ha mi komolyan gondolunk egyfajta rendszerváltást Magyarországon, én komolyan gondolom, hogy arra is szükség van, mert nem történt meg, akkor bizony a 20. század pártjait, a 21. századi módon gondolkodó pártoknak kellene valami fajta módon. De ők is változhatnak, majd átalakulhatnak. Persze mindenki változhat ugyanakkor, most gondoljon bele abba a helyzetbe, hogy én a devizahitelesekkel, hitelkárosultakkal dolgozok közvetlenül. Hogy ígérnék nekik devizahitelezést illető elszámoltatást, ha azokkal fognék össze, akik engedték felfutni ezt a pénzügyi merénylet sorozatot, nem lenne tisztességes dolog, itt kell húzni egy vonalat, és el kell számoltatni hát de most a 20. Hogy századi pártok által elkövetett gaztetteket. Nyilvánvaló módon nem mondom azt, hogy holnap el tudjuk kezdeni az elszámoltatást, hiszen nem nyertük meg a választást. Azt tudom mondani, hogy nem az eddig folytatott úton megyünk tovább, hanem egy újra tervezést követően, egyébként ma a frakciülésünkön a Nemzeti Néppárt irányvonalát ellenszavazat tartózkodás nélkül megerősítve, olyan kiterjesztett tevékenységgel folytatjuk ezt a küzdelmet, amelynek része egyébként az, hogy a parlament alakulőülésének napján elbontjuk azt a kordont, ami álláspontom szerint nem túl korrekt módon választ el magyar választót tovább, mert itt sok kérdés felmerül rögtön. Várjon, számtalan kérdés felmerül, az egészen biztos,
Valami fajta kordon lesz. Egy rendőri kordon nem tudnak elbontani. Nézze, az élő erőt nem tudják bejelentettek elbontani. Egy kordont. Mert? A Jobbik a tényszerű bejelentésre egy tényszerű válaszreakciót adott. Kordon, akkor mit csinálnak? Nem tudok a Fidesz-KDNP fejével gondolkodni. A célunk egyébként az, hogy ne legyen kordon, és ebből nagyon sok mindenki nagyon sok mindent értett, de a helyzet az, hogy ha lesz fizikai kordon, a Jobbik ezt megkísérli megszüntetni annak érdekében, hogy a joggal tiltakozó magyar polgárok egy joggal megkérdőjelezett legitimitású választási folyamat és eredmény után kifejezhessék véleményüket. Felveszik a mandátumokat kedden? Bemennek a parlamentbe kedden? Vagy kint lesznek pont azokkal, akik tüntetnek? A mandátum átvételre már korábban sor kerül. Eskünkhöz méltó módon vesszük át a mandátumot. Ugye kialakult itt egy közéleti diskurzus a tekintetben, hogy mi lenne, ha egyik ellenzéki sem venné fel a mandátumát. Megmondom, mi lenne. A Fidesz röhögne a markába, és a kétharmados állapota bebetonozásra kerülne 4 évben. Nem miközben, is erre gondoltam. Miközben, ami Eskünkhöz méltó módon felvesszük a mandátumát, fél év múlva legkésőbb megdönthető a Fidesz kétharmada, engem ez motivál. Ugye Hadházi Ákos taktikája az lenne, hogy nem megy be kedden a parlamentbe, és kedden nem veszi fel a mandátumát, megvárja az őt szerdán is. Nem vesz részt az alakuló ülésen, viszont ettől még a mandátuma érvényes, hogyha aláírja az esküszövegét. Ezt önök is megtehetik. És ezzel mennyivel vagyunk előrébb? Mit tudom én? Ez az, én sem tudom. Nem kívánom a politikai riválisokat minősíteni, főleg nem emberi mozgásaikat, ugyanakkor nem látom ebben a mozzanatban azt, hogy a magyarság ügye mitől kerülne előrébb. Hát, fontosak gondolom, a szimbolikus cselekvések, persze, ez arra, hogy bemutassa, hasonlítsuk az össze ezt a demonstratív módszert azzal, hogy a Jobbik vállalja minden következményével együtt egyébként azt, hogy elbontja azt a kordont, ami nem szabad a magyar kérdeztem, embert. Komolyan kérdeztem, mi van akkor, hogyha nem vaskerítés vagy szalag lesz a Kossuth tér körül rendőrök? Mondhatnám azt, hogy elértük a célunkat. Nyilván nem az a célunk, hogy a hatályos jogszabályi kereteken kívül találjunk megoldásokat, de nagyon markánsan szeretném hangsúlyozni, hogy a célunk a parlamenti eszközök igénybevétele mellett a parlamenten kívüli eszközök sokkal markánsabb, sokkal radikálisabb bevonása. Egy nemzeti néppártba sok árnyalat elfér, a falvak mozgósításától kezdve a kordonbontásig. Rig Lajos és Potocskáné Körös Janita kerülnek be a parlamentbe. Pontosan. Vona Gábor helyére, aki fel sem veszi a mandátumát, annyira vissza akar lépni a politizálástól, jelenleg legalábbis, és Janicek Dávid, az ózdi polgármester, aki viszont kénytelen valami mellett dönteni, és ezek szerint 30 nap után véletlenül a polgármesteri címet választja a parlamenti képviselőség helyett. Megpróbáltak volna Gábort rábeszélni, hogy mégse? Vagy hogy mégis? Nézze, én úgy gondolom, hogy barátomnak is mondhatom Vona Gábort. Nyilván az első nap én is megpróbáltam 2, 3, 4, 5, 6 irányból hatni rá, hiszen érzem azt, hogy itt azért egy olyan politikusról, államférfiről beszélünk, aki példátlan módon minden ígéretét teljesítve egyenes derékkal csinálta végig azt a brutális és undorító támadássorozatot, amit nagyon kevés magyar ember élt volna. Ezért száll ki, vagy a kudarc miatt? Nem hiszem, hogy akármelyik miatt, hiszen egy erőtől duzzadó és fiatal emberről van szó, aki még egyébként nincs 40 éves. Azt kell, hogy mondjam önnek, teljesen egyértelmű a képlet, ő ígért valamit, tartja magát ez az ígéretéhez, de egy nap rábeszélési kísérlet után, hát férfiak maguk között, ha látják a másik markáns elhatározását, igyekeznek azt tiszteletben tartani, és hát nagy segítségünkre van Gábor a tekintetben, hogy a Vona Gábor örökségét továbbvívő jobbikos jövőt segít tervezni, azért ez nem egy hajónak az elhagyása a kapitány által, hanem bizony ez a kapitány óvó, gondoskodó tekintetét ott tartja a közösségen, nem hagyja el a közösséget, ezt szeretném hangsúlyozni. Annyira és nagyon remélem. Mondtad. Hát nézze, én sok szempontból hálás vagyok ennek az embernek, és miért rejteném ezt véka alá. Jól teszi, ha így van. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.